ablakon. Padló tiszta. Ezután én takarítom tanár segédúr szobáját, ha megengedem. Olyan piszkos volt itt minden, hogy az rettenetes. Képzelem, de azért megmoshatom a kezem. Tessék, tanár segédúr. Na és hogy van a kicsi? Oh, alig bírok vele. Folyton, Szofi. Áthozom. Jó. Professzor úr, megvan! A viselkedéshez. Elfeleztem a gyermekágyi lázukát. Tessék ezt megfigyelni. Agnes Kessner, kora 20 év, halál oka gyermekágyi láz. Pontszlele. Hashártyalok, mellhártya gyulladás, szívúrok gyulladás, lobos agyhártya, kenyes áttétel mindkét szemben. Terézia Dichter, kora 29 év, halál oka gyermekágyi láz. Pontszlele. Hashártya gyulladás, szívúrok gyulladás, lobos agyhártya, kenyes áttétel a bal szemben. Margaréta Bert, kora 23 év, haláluk a gyermekágyi láz, vonclele, hashártyalok, mellhártya gyulladás, szívúrok gyulladás, lobos agyhártya, kenyes áttétel mindkét szemben. És ez Kolecska a lelete. Tessék! Pontosan ugyanaz, mint az előbbi. Kolecska gyermekágyi lázban halt meg. Szemmelweis, egy férfi? Megőrült? Nem, látom, professzor. Mert mi történt? Frigyes egy hullát boncolt, és közben az egyik rövendéke véletlenül megszúrta a bonckésével. A seb fertőződött. Csak hogy Kolecska nem gyermekágyi halottat boncolt, hanem egy három nappal azelőtt kivégzett férfi tetemét. Éppen ez a lényeg, professzor úr. Kolecska sebét hullaméreggel fertőzték meg. És ez ugyanazokat a kóros elváltozásokat idézte elő az ő szervezetében, mint amelyeket a gyermekágyi lázban elhalt anyáknál találtunk. A gyermekágyi láz tehát nem járvány, az a hullaméreg okozza, amelyet mi orvosok viszünk át a szerencsétlen anyák szervezetébe. Semmelweis! Igenis, mi, professzor úr? A két kezünkkel! Borzasztó, mit csinált? Hát nézze, tessék, nézze meg magát! Mint egy 40 vagy 50 éves ember, pedig 29. Mióta nem volt változott? Mit tudom én? No, látja. Szeme. Olyan karikás, hogy rossz rá néz. Tudod, hogy mind dolgozom. És a kete? Egyik nap kék, a másik nap piros, most meg éppen zöld. Mit szólnak ehhez az emberek? És nyakkendője. Te? Csak a kezem. Miért tetszik nézni? Miért nem mosol te, hogy ilyen fehér a kezed? Ne tessék haragudni. Klórmeszes vízben. Én tudom, hogy árt a ruhának, de... Klórmész? Azt mondod, klórmész? Várj csak. Várjon, összepítik a szükségét! Hagyd! Csinálok másikat, van víz a kannába. Klórmész! Látom, a rézszulfátot oldja, de... Fehér! Akár a tiéd! Nem jó? Jaj. Azok gyengébb. Gyengébb! Talán tovább kellene. Az én kezem mindig sikos klórmeszes mosás után. Kezet mosni, professzor. Hogy mer parancsolgatni nekem?
Ez az én klinikám. Ezek pedig itt benne az én betegeim. Felelős vagyok értük. Tanár segéd úr! Az előbb együtt boncoltunk. Kérem, mosson kezet, professzor! Hol az a csodaszer? Parancsolja! Restellem, hogy az az ember beszél így, aki az én kezem alatt... Anyád százagy volt kénytelen pusztulni hagyni az ostoba génius epidémikus miatt. Tiltakozom! Egész elmélet humbug! Megsértette a professzorikat! Egészel, vad magyar! Egész minisztérium röhög. Semmelweis magántanár úr, és az ő kócbabája. Hát nem. Hazamegyek Pestre. Ne tátrál. Soha. A hangteret változtatok. Remélem, otthon megértőbbek lesznek. Szörnyű. Mire hazaértem, a gyermekágyi halálozás 26%-ra ugrott. Már azt határoztam, hogy bezárom a klinikámat. De akkor megérkezett egy volt tanítványom levele, aki most az ön hallgatója. Lelkendezve számolt be az ön felfedezéséről, és azt tanácsolta, hogy azonnal vegyem át a módszerét. Megtette. Ennek 3 hónapja, professzor úr. És ez alatt 26%-ról 2,4%-ra csökkent klinikámon a halálozás. Nem is tudom, hogyan mondjak érte köszönetet. Úgyhogy a továbbiakban 2,4%-ról nullára csökkenti a halálozást. Nem tréfa. Nálam az utóbbi 2 évben egyetlen halott sem volt. Bocsásson meg, a volt növendéke leveléig. Semmit sem tudott Semmelweis felfedezéséről. Honnan tudhattam volna? De professzor úr, a felfedezés 13 éves. Ez lehetetlen. De igen. De igen. Hebra és Koda professzorok már 1847-ben kétszer is írtak a bécsi orvosi szaklapban a klórmosásról. 2 évvel ezelőtt a magyar orvosi heti lapban közöltük Semmelweisnek egy kimerítő értekezését ugyanerről a témáról. Ez sem jutott el önhöz? Egyetlen egy külföldi szaklap sem vette át. Teljes blokkád. Az. Igen. És én emiatt tudatlanságomban nem csak idegen anyákat, hanem a saját húgomat is megölte. A Zürichi Egyetem? Igen. Olvastuk a könyvét. Valósággal lázba ejtett bennünket vele. Az ön tanítása nem csak a gyermekágyi láz legyőzését jelenti, hanem beláthatatlan távlatokat nyit meg a sebészet előtt is. Azért jöttem, professzor úr, hogy felajánljam önnek a Zürichi Egyetem szülészeti katedráját. Végtelenül megtisztel, Mulesat professzor úr, de a meghívást nem fogadhatom el. Lehetetlen. Gondolja meg. Önnek nehéz harcai vannak, és a Zürichi katedra, na bocsásson meg, talán mégis jobb szószék a Pestinél. Igen. Ne
De minket levertek, professzor úr. Legjobbjaink külföldre menekültek, vagy börtönben sínylődnek. Mi, akik itthon maradtunk, nem mehetünk el innen. Balassa professzor is itthon küszködik. Bugát, Zauer, Lundicer is, Bóka is. Nekem is innen kell megvívni a harcomat. Tudásommal elsősorban a hazámat kell szolgálnom. Így mer írni 18 évvel a felfedezésem után. Hallgass ide, hallgassuk! A gyermek ágyasok egészségét semmi sem veszélyezteti annyira, mint a felizgató vagy nyomasztó állapotok. Ilyen állapot... Szervusz, Ignác. Szervusz, üljetek le! Üljetek le! Ilyen állapot például a hirtelen ijegység, erős bosszúság vagy bánat. Ezek hatására rázó hideg lép fel, és az erők gyors hanyatlása mellett kibontakozik a vérbomlásos gyermek ágyi láz. Tudatlanok! Ostobák! Ostobák! Most már elég volt, ha most sem hallgattok rám, én leleplezlek. Én nyílt leveleket írok. Az anyákat uszítom rátok. Az anyákat, akiket gyilkoltok. Hagyj! Hagyj! Marko! Marko, írd! Írt, Scanzoni úr, olvastam az ön cikkét, az ön elmélete, tudatlanságból legyilkolt anyák holtetemé nyugszik. Ha ön nem tudja megcáfolni a felfedezésemet, és továbbra is eddigi ostobaságait tanítja, akkor én önt az egész világ előtt gyilkosnak kiáltom ki. És téged is, Wilhoff, téged is átkozott sarlatán. Mert igazam van! Igazam van! Az önök által már ismert tételt igazolja. Ez a nő vérmérgezésben halt meg. De láthatják... A professzor úr megszúrta magát. Láthatják, hogy a szervek elváltozásai pontosan ugyanazok, mint a gyermek ágyi láz halottainál. Hashártya gyulladás, mellhártya gyulladás, szívburok gyulladás, flebitikus vívő ered. Könyörgök. Legalább maguk legyenek jók. Mentsék meg az anyákat. Mentsék meg a csecsemőket, hiszen iszonyú az, hogy... Professzor úr! Ignác, nagy újságot hozok. Hallod? Pasteur egy cikke. Ezt írja. A bomlott szerves anyagok fertőző hatását a kokkuszok okozzák. Mikroszkoppal bármikor láthatóvá tehetjük őket. Ignác, Pasteur téged igazol. Győztem.